Köszöntöm a Paletta magazin nézőit, Orbán Dezső Székely Gesztáját, valamint Orbán Dezső és Grand Pierre Attila Fejezetek a székelység őstörténetéből című művének második kötetét ismerhette meg a közönség a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott előadáson, melyből ma este ízelítőt adunk nézőinknek. Megtelt érdeklődőkkel a Kulturális Központ előadóterme azon a könyvbemutatón, melyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a kulturális intézménnyel közösen szervezett. Grand Pierre Attila Orbán Dezső Székely Gesztájának első kötetét, illetve a Fejezetek a székelység történetéből második kötetét mutatta be, utóbbiban társszerzőként is közreműködött. Az előadást dr. Ambrus Ágnes, a köteteket kiadó Borsos Miklós Művészetiért Alapítvány képviselője vezette be. A könyveket, tehát ezt a két kötetet idén adták ki, tehát most ősszel volt otthon. Először Kézdivásárhelyen a könyvbemutatója, hiszen Paks testvérvárosának volt a polgára Orbán Dezső, aki már nem él. Hogy milyen munka van benne? A Orbán Dezső életműve. Az egész életében ezzel foglalkozott. Nem volt ő történész, de eláldozta az életét, kutatott, és amikor élete végéig nem adták ki a könyvet, és akkor az egész kéziratot Grand Pierre Attilára hagyta. Grand Pierre Attila pedig gondozta, és 2009-ben megjelent egy kiadása. De ez a kiadás nem jutott el Székelyföldre, és most a mi alapítványunk arra gondolt, és ezt tartja, ez a meggyőződésünk nekünk, hogy a székelység identitás őrző, illetve identitás építő jellegébe, illetve pillanataiba ez föltétlenül beletartozik, és ezért úgy gondoltuk, hogy kiadja ez az alapítvány újra, hogy eljusson tulajdonképpen oda, akiknek a történetéről szól ez a könyv, és így került sor ennek a kiadására. Idén nagy teljesítménynek tartjuk. Grand Pierre Attila pedig beleegyezett abba, hogy mert végeredményben ő ugye a gondozója, illetve neki is tanulmánya jelent meg a második kötetben, nem is egy-két tanulmánya jelent meg ugyancsak ebben a témakörben, hiszen hasonló a felfogása neki is, mint amilyen Orbán Dezsőnek volt, teljesen másként megközelítve a székelységnek az ős történetét, illetve nem is másként, mert a székelység hagyományában ez mindig benne volt, és mindig volt egy ilyen irányzat, hogy a székelységet nem a 13. században telepítették ide a Kárpát-medencébe, oda az ő lakóhelyére, hanem sokkal ősibb a történelme a Kárpát-medencébe. Nagyon röviden én így foglalnám össze. Grand Pierre Attila édesapja, Grand Pierre K. Endre Orbán Dezső barátja volt. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja, a fizikai tudományok kandidátusa ezért kereste fel az akkor 93 éves Orbán Dezsőt. Nagyon jót beszélgettünk, és a beszélgetés végén rám bízta a Fejezetek a székelység őstörténetéből című fontos művének a kiadását. Meg is ígértem neki, hogy elérem, hogy ki legyen adva, és sikerült is. És ez a könyv az, amit Borsos Géza most újra kiadott a Székely Gesztával együtt, és engem kért föl arra, hogy tartsak a székelyek őstörténetéről egy előadást, amiben fölvázolom a legújabb képet a székelyek őstörténetéről. Több tízezer évre visszatekintve kiderül, hogy a Kárpát-medence az egy olyan népbölcső volt, amiből ismételten kelet felé áramlott ki a népesség, és így az eurázsiai pusztát a Kárpát-medence népesítette be. És ennek a Kárpát-medencének is van egy kitüntetett körzete, az Erdély és a Felső-Tisza vidék körzete, és az időszámításunk előtti 5100-as évtől kezdve megindult egy nagy kitelepülés hullám, már nem az első, ami szintén keletre a pusztát népesítette be. A székelyeknek itt kiemelkedő szerepük volt, ami ténylegesen többszörösen is igazolható. Egyrészt a régészeti tények segítségével, amiket bemutatok az előadásban, másrészt pedig amire szintén szeretném fölhívom az előadásomban a figyelmet, hogy a székely jogrend
az teljesen eltérő az európai jogrendtől, mert az európai jogrend a magánjogon alapszik, és a székely jogrend pedig a közösség jogán. És a közösség joga az, ami igazából fontosabb, és ami egy nagyobb jelentőségű az emberiség számára, mert a magánjognak az előtérbe kerülése, ami a római joggal indult, kezdődött el. A magánjognak az eluralkodása a magántulajdon eluralkodására vezetett, és ez úgy tűnik, hogy a nyugati civilizáció ezt nem éli túl, mert egyre kevesebb magánkézben fut össze a nyugati civilizációnak az összes vagyona, és közben egyre jobban bomlanak föl a közösségek. Ennek a fordítottjára van szükség, hogy kiegyensúlyozzuk és az emberiség számára lehetővé tegyük a fönnmaradást. És és miután nincs Európában más nép, amelynek a közösségi jog lenne az alapja, csak a székelyek, ezért a székelyeknek az őstörténete fel fog értékelődni az emberiség jövője számára, és útmutatóvá válik, egy pótolhatatlan érték, világtörténelmi jelentőségű kincs a jövő számára. És választ keresek arra a kérdésre, hogy mi lehetett az oka annak, hogy Árpád népe, ahelyett, hogy a Kárpát-medencébe érkezve, amit katonailag meghódított, a legnagyobb kiváltságokat mégsem a saját vezető rétegének adta, hanem a székelyeknek. És erre nagyon komoly, nyomós oka kellett, hogy legyen. Mi lehetett az ok, ami miatt a székelyeket még jobban megbecsülték, és ezeket a székelyek kiváltságait végig elemezve kiderül, hogy a székelyek igazából a mágusok népe, a királyi szkíták népe, akik nem adóztak az ősi időkben, és hát ezt az adómentességüket elég sok, viszonylag egész jól meg tudták őrizni, egészen a középkorig. És ami azt jelzi, hogy a székelyek a királyi szkíták népével azonosíthatók, és mivel a szkíták és a hunok azok azonosak, csak két különböző elnevezés ugyanarra a népre, ez azt jelenti, hogy a szkíta, hun, székely azonosságot találunk a történelem tényeinek és a régészet tényeit összevetve, és még sok más tudományág tényeit összevetve. Az előadás több mint két órásra kerekedett, ebből részleteket láthatnak a továbbiakban. Na itt láthatjuk a vallásokat, ez a vallásoknak a térképe a középiskolai történelmi atlaszból való, és láthatjuk a színesek azok a modern vallások, amik most az öt világvallást alkotják, vagy több is van rajta, mert azóta ugye régebben itt van például a zoroasztrizmus, ami ma már nem világvallás, a hinduizmus, ugye a buddhizmus, amit buddhizmusnak szoktak mondani, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy kapcsolat van a magyar Buda szóval, és itt a konfucionizmus és a taoizmus és a buddhizmus, az a három szín, ami tulajdonképpen mindhárom ott az ősi természetvallásnak a folytatása, mert Konfuciusnak például az volt a tanításának a lényeg, hogy ő az ősök tudását akarja meg újra fogalmazni. Tehát ő nem akart vallást alapítani, neki nem felel meg az ősök tudása, ő tud egy sokkal jobbat, itt van ő személy szerint, majd ő megmondja, hogy mit kell imádni. Ugye? A modern vallásalapítók azok egy kicsit így léptek föl. Konfuciusz fordítva. Ő szerette volna megőrizni. Ő nem úgy lépett föl, hogy a múltat végképp eltörölni, mint ahogy Európában, ugye, hanem úgy, hogy a múltat megőrizni, és föntartani, áthozni a mába és a jövőbe. Tehát itt tulajdonképpen ezt is nyugodtan, és miután a múlt a természetvallás volt, ezt nyugodtan tarthatjuk ezt is természetvallásnak. Ott nem cserélték le az ősvallást, hanem ott az ősvallás fejlődött ki konfucionizmussá és taoizmussá. Tehát tulajdonképpen ez az egész hatalmas körzet. Nézzük meg, hol tartunk időben. Az időszámításunk utáni 6. században, és 1400 évvel ezelőtt még ez itt volt, ez a hatalmas nagy természetvallás sámanizmus körzet. És nézzük a következő képet. 600 évvel később, persze, ahogy a modern vallások egyre jobban terjedtek, meg hódítottak, meg térítettek, és államvallássá váltak, kényszervallássá váltak, ugye egyre jobban terjedtek, és így zsugorodott a természetvallás sámanizmus körzete, de látjuk a 12. században, vagyis 800 évvel ezelőtt, emberek, hát ez egy történelem számára nem is egy nagy idő. 800 évvel ezelőtt, hogyha még élt ez a vallás, és nézzük meg, itt van az előző kép.
Itt van, hogy az időtávlatok. A leghosszabb, ez minél hosszabb egy oszlop, annál nagyobb múltra tekintett vissza az a vallás. A legnagyobb múltra visszatekinthető színes, vagyis modern vallás 3500 éves. Egyetlen egy vallás nem szerepel itt, az oszlopa, az éppen a fehér, azért, mert az egy olyan vallás, ami egy másik civilizáció, ami nem a modern civilizációval van ismert szemléletet és értékrendszert osztja, hanem ami egy másik, ami még életközpontú volt, ezért nem fér rá a térképre, vagy nem kaphat színt. És hogyha mégis kapna színt, akkor annak az oszlopa nem férne el a térképen, mert ez az emberiség ős vallása. Mert ez egy több millió éves vallás. Mircea Eliade, a 20. századék legkiemelkedőbb vallástörténésze, azt mondja, hogy már az őskor, a kőkor előtt, ami 2,5 millió éves, már akkor is létezett ez a mágikus ősvallás. Ez az emberrel egyidős. Az ember, amikor megszületett, életközpontú volt. Amikor mi megszülettünk, kisbabaként, még az élet volt a fontos számunkra, a pénz még a 2 hónaposan még nem volt igazán meghatározó. Se pedig a hatalom, hogy én hatalmat szeretném. Amikor 2 évesek lettünk, akkor még nem arról beszéltünk, hogy na majd én mekkora hatalmas leszek, és mennyi pénzem lesz, és a többi nem érdekel. Ugye? Ez egy természetellenes dolog. És az a természetes, hogy az ember az életért akar cselekedni, és ezért ez az emberiség ősvallása, vagyis több millió éves. Több millió éves. Ez azt jelenti, hogy az emberiségnek hogyha egy emberhez hasonlítanánk, ahogy édesapám hasonlítja, a időben ugye a modern vallásoknak a teljes kora az mondjuk pár ezer év, és az ősvallásnak a kora pár millió év, ezerszeres különbség. Ez olyan, mint a bőrünk, ugye az egy pár milliméter, és a testünkhöz képest a bőrünk, ugye milyen hártya vékony, na ugyanilyen hártyavékony réteget alkotnak a modern vallások az ősi mágikus természetvalláson. Tehát ez az emberiség ősvallása. És ez a székelyeknek az ősvallása. Tehát az emberiség ősvallása. Egy mágikus természetvallás. És, amit még szintén meg kell, hogy említsek, itt elhoztam a Tári Hüngrisznek a legújabb kiadását, ami először közli a meghamisítatlan szöveget. És ehhez én írtam egy 100 oldalas bevezető tanulmányt, és ebben megírom, és kimutatom a dokumentumok forrását is pontosan megadom, hogy az ókorban még ismert volt, és én 5 forrást is megadok arra, hogy a torony, a babiloni torony építése előtt a legelterjedtebb vallás volt a szkíta vallás. Ugye ezt se tanultok az iskolában. Grandpierre Attila beszélt a 28 ezer évvel ezelőtti és a 3000 évvel ezelőtti leletek hasonlóságairól, sorolta az ősi eurázsiai műveltség civilizációs vívmányait, amelyek mind a szkíta hun székely magyarsághoz kötődnek. Mivel minden civilizációs vívmány népesedési hullámmal jár, ezért az a nép, amelyik ezeket föltalálta, és ezeket mindegyütt, ugyanaz a nép találta föl, az kellett, hogy legyen az emberiség legnagyobb lélekszámú népe. És ez a népesség, ez a szkíta hun székely magyarság volt. Ez genetikailag is összefügg a genetikai bizonyítékokkal, és alátámasztható. Itt van az R1A génjelző, ugye magyarságnak a legkiemelkedőbb génjelzője, hogy az ebben a körzetben terjed el. Észak-Indiában, ugye Mongólia körzetében, a mai Mongólia körzetében, az Altáj hegység környékén, Kelet-Európában itt van a legnagyobb elterjedési körzete, de ez csak az egyik ága az R-génjelzőnek, ami 26 ezer évvel ezelőtt alakult ki itt az eurázsiai síkságon, 26 ezer évvel ezelőtt, és az R1B génjelző, az pedig a nyugat-eur, az pedig ezt pontosan kiegészíti. Ez a kettő együtt az emberiség legnagyobb lélekszámú népessége a mai nap is. 26 ezer évvel ezelőtt vagyunk, itt van a Szungíri király, akinek mamutgyöngyöket készítettek, több mint 3000 mamutgyöngy van csak ezen az egyetlen egy emberen, és olyan parányi kis mamutgyöngyök, amiknek a közepén van egy még sokkal parányibb kis lyuk furva, és ott nagyon ügyesen fölfűzték ezeket a mamutgyöngyöket, úgy, hogy ilyen keresztpántokat tudjanak alkotni a koponyáján. Itt van egy pánt, egy homlokpánt, itt van egy másik pánt,
ami ezt így átíveli, és itt talán ez egy maradványa a másik keresztpántnak, és hogyha ez így van, akkor ez egy keresztpántos korona. És ezek pedig, mintha ilyen zsinóros mentéje lenne, ezek a ruháján voltak, ünnepi ruháján, amiben el volt temetve. És mellette volt egy olyan kiegyenesített mamutagyar, ami több mint 2 méter hosszú, és itt szemmagasságban egy napkorong látható. Ezt Gerelynek vagy Dárdának nevezik. Csak azt megállapítják, hogy sajnos Gerelynek és Dárdának nem használható, mert több mint 20 kiló súlyú, és ezért nem lehet messzire elhajítani. És hogyha ezt fegyvernek használták volna, akkor miért tettek volna rá napkorongot? Ugye ez azt jelenti, hogy ennek vallásos jelentőség. Az a napisten tiszteletnek a kifejeződése. Tehát az én értelmezésemben ez egy jóvar. És valóban kimutatható, hogy ebben a kor, ez 26, időszámításokat 26 ezerben, ez a Scientific American-nek is a címlapján szerepelt ez az előző kép. És ez Moszkvától 180 kilométerre északkeletre található ez a Szungír település. Ott is egy egész komoly települést találtak, és minden bizonnyal több ezer vagy több tízezer ember kellett ahhoz, hogy ezt a rengeteg sok mamut gyöngyöt létrehozza, rengeteg sok munkaóra kell hozzá, és hát elképesztő technikai tudás, hogy a közepén olyan kis vékony lyukat fúrjanak, és hogy föl tudják fűzni. És a többi, és a többi, és hogy ilyen napkorongokat találtak mellette, ami a napisten tiszteletnek a kifejeződés, ami rendkívül érdekes, mert egy belső gyűrű és egy külső gyűrűt 8 darab küllő köt össze, 8 darab páros vonal. 8 darab küllő köti össze a belső gyűrűt a külső gyűrűvel. Ha megkérdeznénk valakit, hogy a napot hogyan ábrázolná, nem valószínű, hogy a Földön bárki azt mondaná, hogy hát egy belső gyűrűvel, meg egy külső gyűrűvel és 8 darab páros küllő kösse össze őket. Én a naptevékenység eredetével foglalkozom, mint csillagász, és azt fedeztem fel, hogy a naptevékenység a napnak a magjából indul, aminek ilyen gömbszerű felszíne van, ami így egy kétdimenziós képen egy kört alkot, és abból törnek ki a napkitörések, onnan indulnak meg forró buborékok formájában az anyagáramlások, és ahogy a felszínre törnek, azok ilyen kürtőket alkotnak, és akkor ehhez a küllőkhöz hasonló vulkáni kürtőket hoznak létre. Tehát én valahogy ehhez hasonlóan ábrázolnám, és hát világosan a napnak van egy 4-es szimmetriája, ugye aki a forgástengelye miatt, ez egyenlítője és a forgástengelye, és azon belül zajlik a naptevékenység, és ténylegesen kimutatható, hogy a naptevékenységnek van egy ilyen szimmetriája, ami pont így megfelel ennek a képnek. Tehát valóban, hogy aztán honnan tudhatták ezt 28 ezer évvel ezelőtt, vagy inkább valószínű, hogy ez is valami intuitív tudás lehet. Az egész látás sokkal fejlettebb volt abban az időben, amikor a részekre irányuló figyelem még nem volt olyan erős. Érdekes, hogy 3000, ez 28 ezer éves. 3000 évvel ezelőtt a bronzkorban, amikor az Erdély felső tiszavidéki műveltség volt a legfejlettebb a világon, akkor aranysüvegekkel járkáló mágusokatnak az aranysüvegeit találták meg a kutatók, akik nem tudják, hogy ez vajon mi lehet, és azt, hogy ezek mágusoknak az aranysüvegei, azt még így nem sikerült megérteniük, de úgy gondolták, hogy ez lehetséges, hogy valami szépen csillogó tárgy volt, tehát nyilván az akkori emberek azok rátették egy póznára, és körbeugrálták, mert szépen csillogott. De leveleztem a berlini előtörténeti múzeumnak, mert ott így hívják németül, az igazgatójával, Wilfried Menginnel, és tőle kaptam ezt a képet. Ő azt mondja, hogy a könyv, amit később 2010-ben írt egy könyvet is erről a berlini aranysüvegről, hogy ezen nap és hold jelképek találhatók, és tulajdonképpen logaritmikus táblát alkotnak, úgy helyezkednek el a nap és hold jelképek ezen az aranysüvegen, mert rendkívül vékony aranylemezből készítettek, hogy azzal bármikor könnyen, gyorsan előre tudják jelezni a napfogyatkozásokat. Úgyhogy egy kicsit más a valódi értelme, és hogy melyik néphez köthető, azt persze nem tudták megalapítani, de Közép-Európának kiemelkedő szerepe van ebben. Érdekes, hogy a Magyar Szent Koronán nézzük meg, hogy milyen jelkép található. Hát itt van egy olyan jelkép, van egy belső gyűrű, egy külső gyűrű és 8 darab, hát nem teljesen páros, nem ugyanaz egy az egyben, mint ez a másik kettő, a mágusoké, a szungíri királyé.
és a Magyar Szent Koronáé, mert itt középen van egy befűződés, ennyi különbség van, de az talán nem lényeges. Tekintettel arra, hogy 28 ezer év telt el közben. Itt vannak ezek az aranysüvegek, ilyen 85 centi magasságúak is vannak közöttük, és rengeteg sok nap és holdjelkép. Itt a Királyi Mágusok ősnépe magyar című könyvemben látható, itt van ez a napjelkép, itt a holdjelkép, és hogy melyik néphez köthető, az egyértelmű abból, hogy a Magyar Szent Koronának a pont a legfelső zománcán látható, ugye a bal oldalt a nap, jobb oldalt a hold jelképe, mint a székely nemzeti jelképek között. És ez az a jelkép, amelyik pontosan ugyanúgy belső gyűrű, külső gyűrű, 8 darab külő, mint a bronzkori mágusoknak a süvegén, és mint a Szungíri királynak a sírjában talált napjelképek. Vagyis úgy tűnik, hogy egy 28 ezer éves folytonosságról van szó, és az, hogy miután ez egy különleges napjelkép, tehát nem a legegyszerűbb, hogy pont van a kör közepén, hanem egy eléggé különleges, speciális napjelképről, ezért nehéz kimagyarázni, és a véletlenre fogni. Szólt azokról a nyelvi bizonyítékokról, melyek a székelyek eurázsiai jelentőségét igazolják. Grand Pierre Attila beszélt a székely nemzet különleges kiváltságairól is. A székely nép egy önálló nép, egy különleges nép, egy olyan ősi nép, amelyik a magyar nép testvérnépe, mint ahogy ugye az eredet mondákban Hunor és Magor, a hun és a magyar népnek az őse, ugye? És ahol a hun, az a székelyeknek felel meg, és a magor, az a magyaroknak felel meg. Tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ez a két nép, amelyiknek önálló jogrendje van, és külön saját önálló törvényhozása, ez a székely és a magyar, a székelyek, azok épp olyan, legalább olyan, vagy épp olyan nép, önálló nép voltak, mint a magyar. Ez egy különös nép, amelyik szintén magyarul beszél, de saját jogrenddel bír. És különleges tulajdonságai közé tartozik ragaszkodás az ősi szokásaihoz. Verbőci megírja még 1514-ben, hogy a szkítákat, hogy a szkítákat nevezzük székelyeknek, ugye, tehát egyértelmű, hogy szkíták, és teljesen külön törvényekkel és szokásokkal élnek, és ők a legjártasabbak a hadi dolgokban, kitűnő harcosok. Sok olyan dokumentum áll rendelkezésre, a székelyek a világ legjobb harcosai. A székelyeknél a saját nemzetgyűlésük van, az igazság az, ami a köz erkölcsi érzékének megfelel, és a szabad ég alatt ülő bíróságot a néptömege veszi körül, és hogyha egy bíró megszegi a közösség akaratát, vagy eltér attól, akkor részrehajtó lenne, akkor számüzessék, minden ingóságai felprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek, székelyföldön soha ne lakhassék. Ekként bűntődjön az is, kimaradásában visszajövetelén fáradozna. A közösségi jog megelőzi a magánjogat. És ezt hívják, ez a székely törvény, ez ismert a magyar törvényhozásból is, mégpedig nem magyar törvény, hanem szkíta törvény néven. Székelyországnak nevezik. A magyar királlyal szemben jóval több joga van, mint a Magyarországnak. Vagyis többlet kiváltságokat kapott. A székelyek nem lehettek királyi telepesek, mint a magyarok, mert nem tartoztak a király fennhatósága alá, mint a magyarok. A királynak királyi esküt kellett tennie arra, hogy megtartja a székelyek régi törvényeit, és csak azután teszik le a székelyek a hűségesküt a királynak, miután király már megesküdött arra, hogy mindent úgy csinál, hogy a székelyek mondanak. Ja. Vagyis betartja a székelyeknek a törvényeit. És a székely nép önálló történelmében rejlik az a jogalap, amelyet képesek voltak a magyar királyság kebelén belül is évszázadokon át megőrizni. Tehát itt ténylegesen volt egy magasabb kiváltsága a székelyeknek, mint a magyar nemeseknek. Igen, a székelyek királyi mágusok voltak, a szkítáknak a királyi mágusai, királyi mágus népe, a királyi szkíták. És ettől függetlenül édesapám Grand Pierre Kándor a Történelmi Központ Titkai című könyvében kimutatja, hogy a székelyek az a királyi szkíták népe. És Télfi János megírja a Görög források a szkítákról című könyvében, hogy a szkíták népe volt az első, amelyik egyedül élt közös törvényekkel. Így fordították, egy kicsit nehéz nyakatekert a fordítás, de magyarul ez azt jelenti, hogy a székelyek voltak az első törvényalkotók. A szkíták voltak az első törvényalkotók, és hogyha a szkíták a székelyek, akkor a székelyek voltak az emberiség első törvényalkotó népe. Na ez már egy nyomó sok arra, hogy megbecsüljék őket,
ugye, hogy tényleg olyan kiváltságot kapjanak, amik még Árpád vezető rétegénél is magasabbak. Hérodotosz megírja, hogy a szkíták önelnevezése Szkolota, vagyis Székely, SKL. Bihari Gábor, fizikus, a világ több száz millió helynevét táplálta be számítógépbe, kimutassa, hogy az SKL, mindig a mással hangzók a jelentés meghatározóak, hogy ennek az SKL népnévnek a változatai a földrajzi nevekben hol fordulnak elő leggyakrabban. Az eredmény az, hogy leggyakrabban Erdélyben, második leggyakrabban Kárpát-medencében és Moldvában, harmadsorban az eurázsiai pusztán a leggyakoribb. Tehát ez kirajzolja azt, hogy az eurázsiai pusztában úgy vitték magukkal a helységneveket, mint ahogy az angolok, amikor Amerikában mentek York városából, akkor ott létrehozták a New Yorkot, ugyanúgy a székelyek elmentek Székelyföldről, és létrehozták a székely település neveknek a mintájára az eurázsiai puszta település neveit és földrajzi neveit. És ez kimutatható, és kimutatták. Tehát ez lehetett a székely, ez azt jelenti, hogy a székelyek nem akármilyen nép voltak, hanem az a hatalmas szkíta nép, amelyik a világ legnagyobb lélekszámú és legnagyobb és ősnépe, és sok milliós ősnépe, és a kínaiaknál is nagyobb lélekszámú ősnépe, ez a székelyek népe volt. A szkíták, akiknek a vitézsége és a műveltsége világszerte a legnagyobb megbecsülést élvezte, egészen az ókor közepéig, ugye ők a székelyek voltak, és ezek nem lehet a mai viszonyokat, nem lehet visszavetíteni a múltba, mert a népesedési viszonyok is rohamosan tudnak változni, pár száz év alatt teljesen át tudnak alakulni, kis népek nagyon nagy népekké válhatnak. Kínának a teljes népessége, ugye vagy a teljes területe 3600 évvel ezelőtt kisebb volt, mint nem volt sokkal nagyobb, mint a Kárpát-medencének a területe. És a korabeli szkítjának százszor akkora. Tehát addig, ameddig 600 ezer négyzetkilométer volt Kína 300 ezer évvel ezelőtt, Kína területe, addig ugye a szkíta magyar hun vagy székely terület pedig több mint 8 millió négyzetkilométer. Tehát nem lehet visszavetíteni egy az egyben a népesedési viszonyokat. Egy-két nemzedék alatt képes egy népnek a lélekszáma megduplázódni. Ugye, és akkor 300 év alatt az azt jelenti, hogy képes meg ezerszereződni. 600 év alatt meg milliószorosára nőni. Nem lehet a népesedési viszony. És ugyanakkor, hogyha egy nép szétválik különböző népágakra, és esetleg ugye olyan viszonyok alakulnak ki, hogy a nyelvét is, a nyelve is megváltozik. Mert olyan folyamatok, történelmi folyamatok lépnek föl, amik ezt erre vezetnek, akkor bizony megint oda, tehát nagy népekből kis népek lehetnek, kis népekből nagy népek, és ez a történelemnek az egyik meghatározója, a demográfiai népesedési viszonyok. De itt kirajzolódott, hogy az világ első nemzete, a legnagyobb lélekszámú nép, az őshonos királyi szkíták, a puszta ősnépe, az első törvényalkotók, akik kiemelkedő világtörténelmi szerepet játszottak az eurázsiai ősműveltségben, az a székelyekkel azonosítható. És a székely népnév Orbán Dezső könyvének a munkásságának hasonló eredménye van, mind az őshonosságot tekintve, mind pedig a székely szkíta azonosságot tekintve. Kimutatott sok mindent, azt is, hogy a dákok magyarul beszéltek, a szkíták, tehát az erdélyi dákok magyarul beszéltek, szkítákhoz tartoztak, nem csak Erdélyben éltek, hanem Eótisznál, Turáni alföldön, Kaukázusban, és ezt az ordos körzetét is hozzá lehet venni, bár arról székely, hogy Orbán Dezső nem írt, a jászok a balkáni pelazgoktól származnak, és itt tovább, és hogy a székelyek legalább 3000 éve erdélyi lakói, Strabon, és Strabonnak az ókor legjelentősebb történet író, vagy földrajztudósának a művére támaszkodik, akit a legjobban elismernek, és ezt nem használták még föl a magyar történelem, a székely történelem számára, és Orbán Dezsőnek az érdeme, hogy ezt a hatalmas nagy jelentőségi munkát elvégezte. Ma élő hagyományokról is beszélt közönségének, erdélyi szokásokról, amelyek követendő példaként állhatnak mindenki előtt. Ami rendkívül fontos, hogy az a gyermeknevelésnek a jelentősége. Székelyföldön egy család, volt például egy ismerősöm, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy Székelyföldön az egyik családban 6 gyermek van, és a gyerekeket úgy nevelik, hogy nem szólnak rájuk lépten nyomon, naponta százszor,
mint ahogy Magyarországon és egyéb helyeken, az egész nyugaton ez dívik, hanem hagyják, hogy a gyermekekben élő ösztönös tudásvágy érvényre jusson, és nem állítják meg őket naponta százszor, hogy ne akarj te annyi mindent tudni, ne akard azt csinálni, amit te akarsz, hanem inkább csináld azt, amit én akarok, jó? És a gyerek így aztán évek alatt megtanulja, hogy ő nem akarhatja azt, amit akar, hanem ő neki soha nincs igaza, ő valami nagyon kisiklott valaki lehet, mert ő szeretné a világot felfedezni, szeretne az életnek örülni, de ő nem örülhet hangosan, ne olyan hangosan neves kisfiam itt a vonaton, meg itt a buszon, hanem halkan, ugye? És akkor a gyereknek nem szabad ezt, nem szabad azt, nem szabad amazt. És ennek következménye az, hogy nyugati civilizációban 3-5 éves korban fejlődik ki a nyugati típusú én, ami úgy eláll a gyermek belső világától, mint egy eltartott hüvelykúj. Hogy semmi köze nincs az addigi érzésvilágához. Nem a természetes életközpontú irányt követi a kisgyerek 3-5 éves korától kezdve a nyugati civilizációban. Megtanulja, hogy mindig a hatalomnak van igaza, és soha sincs neki igaza. És ő soha nem lehet az, aki, hanem ő neki mindig annak kell lennie, amit tőle elvárnak. És ez nem természetes dolog, hanem természetellenes dolog. Más civilizációkban ez nem így van. Egyébként ezt Gordon V. Allport írja, a személyiségpszichológia megalapítója, amerikai pszichológus, magyarra is lefordították a könyvét, az Ifjúkor pszichológiája címmel, és a 131. oldalon ez olvasható. Ez az idézet, ami szó szerint, ez az eltartott hüvelykúj, idézet tőle való, és azt is megírja, hogy más népeknél az én és a természet sokkal közelebb áll egymáshoz, mint a nyugati civilizációban, ahol semmi közük nincs a természetes énjéhez a gyereknek. Megszakad, vagy megszűnik az egészséges eredeti önazonossága, és kap egy művi új önazonosságot 5 éves korban. 2 milliárd ember, 2 milliárd gyermek. Jobb sorsra érdemes gyermek. Így születik meg a nyugati embertípus, amelyik a hatalomra van berendezkedve, és a külső elvárások teljesítésére. Ugye, és ez egy világtragédia. És Székelyföldön ez még nem így van. Azt hallottam, hogy 70%-ban még inkább hagyják azt, amiről azt írja az Allport, hogy a gyerekek egy explorációs ösztönnel születnek, vagyis felfedező ösztönnel. Ugye még kíváncsian és örömtelien fel akarják fedezni a világot, amíg a szülők ezt hagyják. A más civilizációkban ez nem így van. Az Eurázsiában, az ősi Eurázsiában és az új, és a hagyományőrző társadalmakban ez nem így van. Kínában, Japánban nem így van. Mondja egy Japánban született barátom, hogy amikor a villamoson vagy bárhol felsírt az utcán egy kisgyerek, akkor mindenki tudta, hogy itt egy nyugati embernek kell lenni valahol, mert csak nyugati embernek sírnak a gyerekei. Mert a keleti embernek, vagy az ősi eurázsiai hagyományokat őrző embernek a gyermekeit azt az anya a magán hordja, vagy a közvetlen közelében tartja, és olyan viszonyban állnak egymással, hogy a gyerek tudja, hogy számíthat a szüleiről. A szüleitől nem azt fogja hallani, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt. Nem szidást kap. Nincsen szidás. Azért nincs szidás a más társadalmakban, mert tisztelik a gyereket, és nem akarják megsérteni és megbántani. Azt a kisgyereket is lehet tisztelni, a benne élő, élni vágyó lelket. Csak ez nekünk nem jut eszünkbe, mert minket is szittak. Tehát a szidás ismeretlen, hanem amikor valami rosszat csinál a gyerek, akkor nem dicsérik meg. Ha jót csinál, akkor mindig megdicsérik, és a gyerek tökéletesen tudja, hogy ha nem dicsérték meg, akkor ő valami nagyon rosszat csinált, akkor az valami természetellenes dolog. És ennek következtében sokkal szófogadóbbak, mint a nyugati gyerekek, ugye, akik csak kényszerből engedelmeskednek. Nem pedig belátásból, mint azok, akik szeretetben ülnek föl az édesanyjuk közvetlen közelében. És érdekes, ez a 6 gyerek nem veszekszik, együtt laknak a szüleikkel, szófogadóak, szövőszéket kaptak születésnapokra, szőni tanulnak, tudják, hogy miben rejlik az erő. Ugye, és egész régebb egy másik mondja, hogy egész nap kint játszottak a hóban, és nem tudták őket rávenni a szülők arra, hogy menjenek haza ebédelni. Nem volt az a gőzölgő ebéd, ami őket haza tudtam volna csábítani. És manapság pedig fordított a helyzet, ugye a kütyüt nyomogatják a gyerekek, és nem lehet rávenni őket, hogy menjenek játszani. Szóval ez mutatja azt, hogy és 3-5 éves korban siklanak ki, vagy 3-5 éves korban a felmérések szerint még a gyerekeknek az alkotó ereje még olyan csodálatos,
hogy a pszichológusok felmérése szerint kreatív géniusz a gyerekeknek a 98%-a 3-5 éves korban. És ezt összekapcsoltam azzal, hogy 3-5 éves korban siklik ki a nyugaton a gyerekeknek az önazonossága. És mi történik nyugaton a gyerekek alkotóerejével? 5 évvel később már csak 30%, 10 éves korban már csak 30%-uk éri el a kreatív géniusz szintet, 30 éves korban pedig csak 2%-uk. Tehát, hogyha a székelyek és a magyarok megőrzik azt a természetes nevelési módszert, amit nekünk újra kell tanulnunk, akkor a 98%-a a gyerekeinknek megőrizheti a kreatív géniusz szintet felnőtt korában is, vagyis sokkal nagyobb alkotóerővel, zseniális alkotóerővel bírhat felnőttként is, és hogyha ezt eléri, akkor sokkal jobban használ, javára válik a közösségnek, egyrészt boldogabb ember lesz, másrészt a közösségnek sokkal több felfedezéssel tud hozzájárulni, és az ilyen népet nem lehet legyőzni, amelyiknek kreatív géniusz az egész népének a túlnyomó része. És mindig előnyben lesz egy ilyen nép egy olyan néppel szemben, amelyiknek kiölik az alkotóerejét már kisgyerekkorban. Tehát rendkívül kulcsfontosságú, az első tudást nagyon nehéz lecserélni. Hogyha otthon, a családban a gyerek nem hatalomközpontú nevelést kap, hanem szeretetközpontú, életközpontú, értelemközpontú nevelést, az élet tiszteletén alapuló nevelést, akkor ugye képes arra, hogy a képességeit teljes mértékben megőrizze, életközpontú civilizációban éljen a lelki világa, és akkor tud hozzájárulni az életközpontú civilizációhoz sokkal nagyobb mértékben, 50-szer nagyobb mértékben, mint azok, akik a nyugati civilizáció, sivár világában tengetik az életüket, és csak pislákol bennük az életlángja. Végül Grandpierre Attila a székely nemzet jövőjének megőrzésére adott tanácsokat az egészséges életmódtól a tudatos világnézetig. Az előadást követően a jelenlevők a köteteket megvásárolhatták, beszélgethettek a szerzővel és a szervezőkkel. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Várjuk Önöket a jövő héten is a képernyők elé. Szép estét kívánok, viszontlátásra!